Sziasztok, szupercsapat! Ahogy látjátok, eldurant az agyam a Pinter Sándor féle rendelettől. Ha érdekel a véleményem, tarts velem! Nagyjából másfél órája próbálom nektek ezt a videót felvenni. Nagyon jókat ventilláltam itt a kamera előtt, amiből egy másodpercet nem fogtok látni, mert nem vagyok benne túl finom és nőies. De az a helyzet, hogy igyekszem a lehető leghiggadtabban, legösszeszedettebben elmondani a véleményemet erről a rendeletről. Azért még úgy érzem magamba azt a haragot, amit kiváltott belőlem ez az egész. A másik, hogy ahogy észrevettétek, a csatornámon nagyon-nagyon-nagyon ritka politika közeli tartalom. Ennek az az oka, hogy nagyon ritkán és csak a szükséges mennyiségben engedem be a politikát az életemben. Azért, mert nem akarok minden nap idegállapotba kerülni. Vízfejű, öreg, buta politikusok miatt nem érnek annyit. De ez sikeresen megütötte és átütötte az inger küszöbömet. Volt még egy, csak arról nem láttatok videót, mert nem készült el, mert ott csak ventiláltam a kamera előtt. Ugye az a pedofil törvény volt, ami ugye homofób törvényre sikerült. Szögezzük le! A férjemmel szeretnénk gyereket. De azt, hogy mikor, hogyan, miképpen és hogy hány gyereket szeretnénk, az a mi magánügyünk lesz. Marad, volt, van. Értitek? Mert lassan ott fogunk tartani, hogy lesz abortusztörvény, meg ha kitalálják a drága politikusok, akkor kijelölik az utat a nőknek, és mostantól kell aláfeküdj a férjednek minden nap, mert ha nem, akkor ami meg nem lesz a gyerek. Lassan itt tartunk. Tényleg, egy paraszt hajszál választ el minket egy abortusz törvénytől. Szóval, abortusz előtt a nőnek kötelező lesz végighallgatni a gyermeke szívhangját. Zseniális. Kettő dolog rögtön eszembe jutott. Az első, a férfinak miért nem? Ja, mert a férfinak jogai vannak, a nőnek meg kussa neve. A második. Tegyük föl, hogy ezt a nőt megerőszakolták. Amúgy is lelkileg nagyon rossz állapotban van, fizikailag úgy szintén, mert ugye egy nemi erőszaknál, mivel erőszak, ezért ugye fizikailag is és lelkileg is bántalmazták. De még hallgassa végig a gyereknek a szívhangját, ugye? Tegyük föl, hogy a nő úgy dönt szívhang hallatán, hogy megszüli a gyereket, és majd örökbe adja. Bekerül az állami gondozásba, és mondjuk ott nő fel. Osváth Zsoltinak a videói között egy jó pár föllelhető, ahol ő mesél arról, milyen csodálatos dolog állami gondozottnak lenni, ajánlom Zsótány csatornát. Kettő. Tegyük föl, hogy a gyerek elkerül mondjuk egy nevelőszülőhöz. Itt is kétféle opció van. A gyereknek, nevelőszülőknél nagyon jó dolga van, nagyon tényleg zseniális, jobb élete nem is lehetne. Vagy olyan helyre kerül, ahol bántalmazzák. Meg rosszul bántak vele, meg érzelmileg is, meg fizikailag is kicsinálják. Sirály. Vagy B-opció megtartja a gyereket, és túllendül a fájdalmán,
az erőszakon, mindenen, és fölneveli a gyereket, és minden szép, és minden jó. Ez ugye, mivel a magyaroknak a mentális állapota amúgy is a békaseggé alatt -2-vel van, a lehető legkisebb esélye van arra, hogy a gyereknek jó élete lesz az anyja mellett. Ugye itt is van egy másik variáció, megtartja a gyereket, és ahogy a gyerek elkezd nőni, cseperedni, fejlődni, elkezd hasonlítani arra a féregre, aki megerőszakolta a nőt. A nőből ez valamilyen indulatot vált ki, akár tudatosan, akár tudatalatt, és a gyerekkel szarul fog bánni, és lesz egy lelkibeteg, sérült gyerek belőle, meg később majd egy lelkibeteg, sérült felnőtt. Zseniális. Nagyon jó. Tegyük fel, hogy a nőt nem érte nemi erőszak, de elszakadt a gumi, és nem mostanra gondolt a gyermekvállalást. Mert nincs olyan anyagi körülmények között, mert a férfi, akivel együtt volt, mondjuk nem a párja, hanem csak egy alkalmi partner, tök mindegy. Tök mindegy. Egy nőnek szerintem joga van a saját teste fölött rendelkeznie. Mikor, kivel, hogyan, miképpen létesít szexuális kapcsolatot, és hogyha ebben van egy baleset, amikor becsúszik a gyerek, akkor is legyen már joga ahhoz, hogy eldöntse, hogy szeretné, és tudja-e vállalni ezt a gyereket, felnevelni, vagy nem. Ez az egyik, ami így nagy csomagban eszembe jutott. A másik dolog az, hogy láttam egy riportot 3 évvel ezelőtt, és most még mindig fönn van a YouTube-on, szóval a saját videóm alá le fogom tenni. 2019-ben készült a riport, és arról van benne szó, hogy a lakosság 41%-a a létminimum alatt él. 2019-ben. Na most 2019-ben 41% a lakosságnak létminimum alatt élt. Mi van 2022-ben? Mert ugye azóta már történt elég sok minden. Ugye koronavírus, gazdaság az békaseggel, a -2-vel, azóta ugye kitört a szomszédban a háború, ugye háborús helyzet van Magyarországon, a rezsiárak, az élelmiszerárak, a infláció az nő, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egyre több ember szegényedik el. Hova vállaljunk még gyereket? Bocs, a macskámra most jött rá a kaparhatnék. Szóval ott tartottam, hogy Magyarországon 2019-ben a lakosságnak a 41%-a élt létminimum alatt, és ugye azóta elég sok minden történt, ugye koronavírus, háború a szomszédban, infláció, áremelkedések, rezsi, élelmiszer, stb. Hova vállaljunk így gyereket? És ami még eszembe jutott, hogy nagyon mondták a reklámban, hogy Magyarország előre megy, nem hátra. Ja, csak aztán eszembe jut a pedofil törvény, ami ugye homofób törvény, meg ugye most ez a rendelet, meg lassacskán eljutunk ugye az abortusz törvényhez, sajnos, szerintem, mert már csak egy paraszthajszál választ el minket az abortusz törvénytől. Na most utoljára a melegeknek és a nőknek a középkorban nem voltak jogaik. A vicc az, hogy kereszténynek mondjuk magukat. És egyébként bizonyos szempontból tényleg keresztények vagyunk. Elmondom, hogy miért. Röhögni fogsz, kapaszkodj. Ugye voltam nemrég Görögországban,
és rengeteget tanultam a görög kultúráról, az ókori görög civilizációról, ugye a tudásnak a fellegvára volt, és az akkori legjobb dolgokat, az akkori orvoslást, az akkori életet zseniális volt. Tehát, hogy tényleg civilizált társadalomról beszélünk. Aztán jöttek a keresztények, a legtöbb szobrot azt így Ónezsinór megsemmisítették, az ókori templomokat ugye keresztény templommá alakították, és nemrég voltam az Aquincumban. Ugye az Aquincumban a római, az ókori rómaiakról tanulhatunk meg sok mindent. Ugye a rómaiaknál volt már csatornarendszer, fürdők, ugye melegvizes fürdők, meg hidegvizes fürdők, meg ahogy elnéztem ott az Aquincumban, nagyon szépen be volt mutatva, hogy hogyan élte egy ókori római család, nagyon kis kultúrát volt az egész, kultúrája volt a higiéniának, a fürdésnek, az életnek. A hangszerek, hú, zseniális hangszereket láttam, ugye ókori római hordozható orgona, és így bakker. Jöttek a keresztények, és Ónezsinór megsemmisült az egész. Szóval igen, a keresztények szeretnek rombolni. Mert ugye jött a középkor, ahol a fürdés már nem volt divatos, ugye, a lélek tisztasága miatt, ugye, ne akarjunk már ugye a testünkkel foglalkozni, a lélek tisztaságának a rovására. Meg a nőknek ott nem voltak jogaik, meg a homokosoknak szintén nem voltak jogaik, ugye? Szóval bizonyos szempontból keresztények vagyunk, középkori keresztények. Mert oda megyünk vissza. A másik, ami így eszembe jutott, hogy nagyon sok nagy tudású ember mondott már véleményt Magyarországon az embereknek a mentális állapotáról, és ehhez képest, ahelyett, hogy próbálnánk javítani ezen a mentális állapoton, és biztatni az embereket arra, hogy ismerjék meg saját magukat, hogy legyenek jól saját magukkal, hogyan tudnak boldogulni, hogyan tudnak elégedettek lenni, hogyan segíthetni az állam azt, hogy az emberek elégedettek legyenek itt Magyarországon, ehhez képest olyan törvényeket és rendeleteket hozunk, amik hát az elégedettségi szintet még mélyebbre ássák, ugye katalmódosítások például még ide tartozik, többek közt, meg még sok minden más is. Aztán a vicc az, hogy Bekerdi Tamás, Isten nyugosztalja, többek közt ő is, arról beszélt, hogy a gyerekek mire van szükségük gyerekkorban, ugye sok mozgásra, tanulásra, de tapasztalati tanulásra. Nagyon szépen összeszedte, hogy a gyerekeknek tanulás szempontjából is mi az, amire szükségük van elsősorban, és mi az, amire csak majd, amikor már érettek, már amikor már érettebb az idegrendszerük. Ehhez képest érdekes, hogy az oktatás az megint így megy a béka segge alá. Az egészségügyről megint ne is beszéljünk. Mert kritikán aluli mind a kettő. A tanárokat nem fizetik meg, az orvosok túl vannak terhelve, a nővérek túl vannak terhelve, és szüljünk gyereket, rendeleteket, meg törvényeket hozunk arra, hogy szüljünk gyereket, meg... Megnyugszom. De értitek a problémát? Ellentmondások vannak a kommunikációjukban, meg a cselekedeteikben, mint egy önmagával összhangban nem lévő embereknek a gyülekezete tenni ezt az egészet az országgal, és ilyen emberek irányítják az országot. Nem tudom, fogalmam nincs, hogy a másik, harmadik, negyedik, századik párt milyen lenne, fogalmam nincs. De hatalmas problémák vannak, és nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt
megoldani, orvosolni, javítani, mert én azt látom, hogy szépen, fokozatosan a félelemre, a gyűlöletre, az egymást megvetésére kondicionálják az embereket, arra tanítjuk, vagy arra próbálják tanítani az embereket, hogy hogyan utálják meg egymást, meg hogy mitől kell félni. Lehet, hogy arra lenne érdemes megtanítani az embereket, hogy hogyan lehet szeretni, hogyan lehet jól élni, segíteni őket, hogy tudjanak jól élni. Egyelőre ennyi jutott eszembe erről a témáról. Elnézést, hogyha összeszedetlen volt a gondolatmenetem, főleg így a végére, miután a jószág megzavart. Egyébként meg már baromi fáradt vagyok, de remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és remélem, hogy a videóban feltett kérdések titeket is elgondolkodtatnak egy olyan irányba, ahol meg fogjuk találni azokat a megoldásokat, amelyek ahhoz tudnak minket hozzásegíteni, hogy legközelebb egy normálisabb vezetőt válasszunk, és ahol az lesz majd az elsődleges szempont, hogy hogyan tudunk jól lenni mentálisan is, meg anyagilag is, meg úgy egyáltalán. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, írjátok le a véleményeteket kommentben. Én most lehiggadok. Legyen szép napotok, sziasztok!